Köszöntöm a kedves nézőket Kulturvarázs című műsorunk elején. Ma megismerkedünk a Mara Amatőr Színház legújabb előadásával és a Művelődési Ház novemberi eseményeivel. Tartsanak velünk! A Topolyai Mara Amatőr Színház bemutatta legújabb darabját itt a Topolyai Művelődési Ház mozitermében. Mi is ott jártunk, és íme mit készítettünk a színészekkel a bemutató előtt. Az idei előadás Tasnád István Finito Magyar Zombi című drámája tragikomikus korrajz rímekbe szedett poénokkal. A rendező Körmöci Petronella nagyszerűen osztotta a szerepeket a társulat tagjaira. A darab szereplői pedig Sörfőző Károly, Petrás Gizella, Batarozália, Szabó Erika, Eisler Evila, Benedek Miklós, Bencsik Rihárd, Bogárdi Zsolt, Vörös Emese és Bencsik Bertalan. A díszlet kivitelezéséért Petrás Zoltánt illeti dicséret, a technikai munkatárs pedig Szőke Tomás volt. Gáspár, ne cirkuszolj! Hagyjál már békén! Mindig ez van, elrohasz a végén! Beszélni kell a problémáinkról! Minden házasságban van perc, amikor ne bírja már és megkattan valaki! Megkattantál? Te kattantál be, Gáspár! Inkább csinálnál hát... Ki nem mond? Mondjad kicsit, ha ez kell. Bernál bele, ráhagyom magam! Egy jó házasságban nincsen tabu. Bali! Ne titkodj el vágyaid előbb! Vágyom annyi csak, hogy hagyjál békén! A Topolyai Mara Amatőr Színház egy újabb darabbal készült a közönségnek. Tasnádi István Finito a Magyar Zombi című végjátékát adják elő a topolyai közönségnek. Az egyik szereplővel beszélgetek, mégpedig Bogárdi Zsolttal. Mióta játszol ebben a színházban? 11 éve játszok benne. A kezdettől, tehát a 12 az alapítástól kezdve az elsőben nem voltam, és a másodiktól folyamatosan vagyok, egy-két kivételével. Mit kell tudni erről a mostani darabról? A mostani darabunk az egy vígjáték, de erős társadalom kritika is található benne, hiszen mi hétköznapi emberek, tehát mi rólunk hétköznapi emberekről szól, akik a mindennapjainkat esténként a tévé előtt, a média előtt töltjük, és ennek a hatására, hogy hogyan reagálnak az emberek. Mennyire tudtál belebújni a szerepedbe? Elég nehéz volt belebújnom, mivel egy műsorvezetőt kell alakítanom, aki egy budapesti, de mivel laktam már Budapesten, ez miatt így az ottani embereket így lekoppintva sikerült megformálni a szerepet. Az eddigi 11 év alatt volt-e valamilyen kedvenc szereped, amelyre szívesen emlékezel? Mindegyik darabra szívesen emlékszek, de a kedvencem természetesen a Kakukk Marci volt, amiben főszereplő voltam, és díjat is kaptam érte. További sok sikert kívánunk! Nagyon szépen köszönjük! Itt! Szépen beszélj vele! Érzékeny most, hogy már az életen utolsó órájához közeli. Tapintatos legyél pár, kérlek, és szelíd! Hajnal, felesleges, hogy kioktass, hogy kéletlen jó tanácsokkal itt kosvas. Megoldom úgy általában, ha diskulálni kell a nép fiával, jártam nem köztük. Szót értek a föld emberével. Bocsánat. Semmi gond, csak kicsit figyelj oda. Miért van, hogy minden nő ostoba? Itt írja alá! Tud írni? Anyád! Ez sík hülye baznek! Nőparaszt! Kit hoztatok ide nekem? Benedek Miklós a mindennapokban újságíró, és ebben a darabban mit alakítasz? Ebben a darabban az én szerepem dr. Juhos Budái, aki egy, hát így mondjuk, hogy őrnagy, valójában tárgyaló pszichológus és minden, és az elemzők szerint a legromlottabb lelki karakter az egész darabban. És ön miként tudtad elfogadni ezt a szerepet? Hát mivel ugye én kezdő színész vagyok itt a társaságban, társulatban, eléggé nehezen lendültem bele, mivel épp ez a romlottsága miatt egy elég ellentmondásos a viselkedése is, és ezért sokáig tartott, mire teljesen át tudtam érezni ezt a karaktert, de úgy gondolom, hogy most így a bemutatóra már sikerül összehoznom, vagy valahogy közelebbi kapcsolatba kerülnem ezzel a karakterre.
Miért szántad rá magad, hogy belekóstolsz a színészet világába? Hát igazság szerint én általános iskolás koromban már egy ilyen amatőr csoportnak a tagja voltam, és ott is szerettem ezt a hangulatot, meg a légkört, ami kialakul az ilyen társaságokban, és utána ugye átköltöztünk Topolyára, hogy adott ez a lehetőség, ugye. Ráadásul ismertem is a tagok közül párat, és így valahogy becsöppentem ebbe a kis közösségbe. És miként tudnád körvonalazni a darabnak a lényegét? Hát a darab az nagyon aktuális, attól függetlenül, hogy ez már egy, hát több mint egy évtizede megíródott, de még mindig nagyon aktuális, és a szerző olyan dolgokra tapintott rá, ami mai napig foglalkoztatja az embereket, sőt, olykor ilyen meglepő utalások vannak, például az árvízkárokra, ugye, ami szinte hihetetlen, hogy amikor megírta a szerző, akkor is ez így problémaként fölmerült, és most is ugye itt a szerbiai helyzetre rá lehet húzni ezt is, mivel hogy itt ugye tudjuk ezt a májusban, amit kialakult az országban. Úgyhogy nagyon aktuális, és a szereplők is attól függetlenül, hogy próbálnak elrugaszkodni ettől a valóságtól, tehát irreális karaktereket próbál szerepeltetni a rendező, illetve az író, attól függetlenül mindenki magára ismerhet egy-egy karakterben, vagy egy-egy tulajdonságban. Valéria! Valéria, rám néz! Relax! Nyugi! Ezler Evila is egyik szereplője ennek a darabnak. Mikor kapcsolódtál be a Marába? Hát meg sem tudom mondani, azt hiszem, hogy 2010-ben, szóval 4 éve vagyok tagja a Marának. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy a... negyedik szerepem, vagy ötödik szerepem, én sem tudom pontosan. Milyen szerepet kaptál ebben a darabban? Ebben a darabban Tigris Niki szerepét kaptam, aki egy popdíva, és hát ő kicsit butácska. Nagyon nehéz dolgom volt ezzel a szereppel, azt hiszem, hogy eddig még nem volt ilyen nehéz feladatom, amióta a Marában játszom. De igazából nem bánom, végre kaptam egy nagy feladatot, amit meg kellett oldanom. Nem tudom, lehet, hogy még nem is sikerült teljes egészében, még mindig egy kicsit küzdök ezzel a szereppel, és még mindig sokat gondolkodok rajta, hogy hogyan tudnám minél jobban alakítani. Azt hiszem, hogy a Tigris Nikiből nagyon kevés van bennem, tehát az eddigi szerepeimmel mindig könnyen tudtam azonosulni, viszont a Tigris Nikiből keveset tudok magammal azonosítani, és ezért van nehéz dolgom. És hogy érzed magad a színpadon? Hát én nagyon izgulós típus vagyok, úgyhogy én mindig nagyon izgulok a premier előtt. Ez talán lehet, hogy néha látszik is rajtam, mert mindig nagyon igyekszem a legjobban teljesíteni. Viszont amikor befejezzük az előadást, akkor mindig annyira jó érzést tölt el, hogy igazából nagyon szeretek a színpadon lenni, és nagyon szeretem ezt csinálni. Egy középiskolási helyet kapott ebben a darabban. Miért szántad rá magad, hogy te is itt legyél? Hát tavaly is már jelen voltam a színház életében, mint technikus, az idén pedig, mint színész szerettem volna kipróbálni magamat. És miként sikerült ez, mit gondolsz? Hát szerintem első próbálkozásra egész jó lett, bár ez majd a nézőktől függ, hogy mennyire fognak minket megtapsolni. És elégedett vagy a szerepeddel? Igen, egy nagyon-nagyon hasonló karaktert kaptam, mint magam, szóval nem volt nehéz kialakítani a szerepet. És mit jelent neked a Mara? A Mara szerintem egy jó lőkört, egy jó társaságot, ahol az ember szívesen eljár úgy szórakozni, kikapcsolódni. És közben tanul is. Hát igen, közben megtanulok. Végáspár, 40 éves helyi lakos, bezárkozott egy fegyverrel. Alapos gyanúk lehet, hát azt feltételezni, hogy önmagával lóhat így végezni. Kiérkezett, egy életmentő hoztak, kutyát, orvos és vízágyat is hoztak. Elsőként azt próbálják majd elérni, hogy tárgyaljon a túsz, meg hagyja élni, amennyiben van túsz. Ez borzasztó! És én bűrészes vagyok!
légy számait fogom volt felfogásodat újra énekelni. A cím az, hogy mindenkit szeret. Körmöszi Petronella rendezővel, színésznővel beszélgetek. Mennyire elégedett Tamara munkájával? Hát én tegnap este nagyon megnyugodtam. Szerintem nagyon jó munkát készítettek el, és egy nagyon tartalmas időszak végére értek el. Valóban a számomra is tartalmas, de azt gondolom, hogy nekik is. Úgyhogy meg vagyok elégedve. Sok színű szereplőből állt össze ez a csapat. Mennyire volt könnyű, illetve nehéz dolgozni velük? Hát én örülök annak nagyon végül is, hogy az általános iskolától a nyugdíjas korosztályig mindenki képviselteti magát. Szerintem így könnyebb szerepet is osztani, meg együtt dolgozni is, mint amikor csak egy korosztály. Nyilván nem ugyanazt a nyelvet beszéli mindenki, meg hogy tehát másképpen kell instruálni mondjuk az általános iskolást, mint mondjuk a nyugdíjas korosztályt, de nagyon jó közös hangot találtak egymással is, meg velem is, úgyhogy nem volt ezzel gond. És rövid időn belül sikerült is elkészíteni ezt a darabot? Hát viszonylag rövid idő, én ma 45, nem, holnap 45. alkalommal vagyok itt. A hivatásos színházakhoz képest ez rövid idő. Tehát mi mondjuk 80 próbával állítunk színre egy darabot, nekik 40 próbájuk volt, tehát pont a fele. És mit üzen a rendezőnő a darabon keresztül? Hú, hát én így igazából nem szoktam, hogy én mit üzenek szerintem. A darab üzen, a rólunk üzen, a mának rólunk szól. Mindenki tud azonosulni egy-egy figurával, vagy akár az összessel is, hiszen végigéljük az életünket, tehát gyerekek is vagyunk, meg középkorúak is, meg nyugdíjasok is. Nagyon aktuális a darab mondani valója, tehát a hétköznapi kisember, természetesen ezt idézőjelben mondva kisember, életéről, küzdelmeiről szól, úgyhogy, és vidám, tehát sírva nevetünk, együtt vigadunk, úgyhogy ilyen szempontból mindenkihez szól a darab. És meghaltál már? Vagy van még benned élet? Viszi! Jöjjön, lennek is dolga itt! Viszi! Viszi! Mi van? Helyen felolgatta magát a budiban! Középkorú öngyilkos férfi! Azt prostatálták! 40 év körül a férfi stressz hullámba került! Bepánikol, s meggyilkolja magát! Jaj, nem tudja, mi volt a cseppó! Ajó! Gáspár, Misi, akaszti már a kampot! Nyugodtabbá, húgyozni sem lehet! Húzzál haza innen, komám saját budik körül balkácsolja! Nem tudja, mit beszél! Hagyd láza van! Ahol törékeny házi béke romlik, ahol a tűzhely hideg hamvába omlik, ahol az éj jajszóval van tele, jön már a község első embere. Mi a probléma? Írja a Kásvárt! Fut már ilyen néha! Ma este hirtelen! Mivel idő? Azt, hogy a szomszéd ön kezével önként! Bizánkozott, hogy végezzen önmagával! Annyi! És bejött egy kínai mosóporra! Megnyugod a búcsú levelet! Az útja? Olyan mindegy lesz az már a sírba! Hozott papírt meg, kerültál! Papír van! Ez az utolsó éjszakája, ne tegyél neki tönkre! Olivia! Halálosan felválasztatom a kemény! Megcsináltatom a kemény! Kapulj, Gáspár! Kapulj, kezdem! Csörbe hívesz! Olivia! Emlélt, ha nem szed özvegyéhez! Szabad! Mivel? Szabad egy tarcra! Itt veszít! Az így csak! Ne féljen tőle! Ez az! Mondtad már, kompásan tarcot? Petrás Gizella már 11 éve a Mara társulatát erősíti. Most milyennek ismerhetünk meg? Hát egy mindennapi feleséget alakítok, tehát az a karakterem. És mennyire felel meg ez neked? Mennyire hasonlít a te létedre? Hát igen, nagyon hasonlít. Szóval lelkileg tudok azonosulni a karakterrel. De azt hiszük, én is azt hittem, hogy egy ilyen mindennapi hőst, ezt nagyon könnyű megformálni, nagyon könnyű
nagyon könnyű alakítani ugye ezt a karaktert. De viszont éppen az, hogy ez a karakter, az a karakter, ami a mindennapi életben van, és az, amit nem lehet túljátszani, mert hogyha túljátszom, akkor már, tehát én nekem, ha nem érzem belülről azt, amit éreznem kell belülről, azt, amit a rendezőnő mindig szokott ismételni, hogy ha te belülről érzed, akkor a teste tudja, hogy mit csinál. Tehát ezért nehéz egy ilyen mindennapi karaktert megformálni, mivel hogy nem lehet, tehát hogyha van egy szélsőséges karakter, ugye azt túl lehet játszani, azt abba belebírsz bármit vinni. Itt viszont nagyon kell vigyázni arra, hogy nagyon természetesnek kell, hogy legyünk. És akkor persze az embernek van olyan, hogy a színpadon többet akar mutatni, mint amennyi ugye az életben, ami a természetes, és ezt nem szabad. Tehát ezért volt nehéz, és ezért nehéz egy mindennapi karaktert megformálni. És mint adott neked a Mara 11 év alatt? Hát én ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy a Mara nekem a kikapcsolódás, a mindennapi életből való elszakadás, a mindennapi gondokból, tehát én, ha a Marára gondolok, akkor a lelkemet elönti a melegség, és akkor hát azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondtam. Sörhöző Károllyal beszélgetek, aki a Mara Amatőr Színház elnöke, és már 12 éve csinálja ezt, amit munkája mellett nagyon szeret. Vagyis a színészkedést. Így van, színészkedést is, de inkább a Marát. Tehát a színjátszást, amit 2002-ben színjátszó csoportot, akkor még csoport volt, amikor 2002-ben megalakítottuk is a művelődés ház keretein belül működött, majd pár évre rá önállósult, civil szervezet lett belőle, és hát azóta is úgy működik. Most készülünk a 15. bemutatónkra. Ez egy szép múlt. Én azt hiszem büszke vagyok arra, hogy megszakítás nélkül dolgoztunk, és büszke vagyok arra is, hogy mennyire szeretik azok, akik csinálják azt, amit csinálnak. Az eredményekre most nem térnék ki, azt hiszem, hogy a kedves nézők és topolyiak pontosan tudják, hogy hány díjat nyertünk. Nagyon örülök annak, hogy egy olyan darabba, tulajdonképpen egy kis jubilom, mert a 15. előadás, egy olyan darabba készülünk most, vagyis olyan darabba fogunk bemutatkozni, amilyen még eddig nem volt, tehát általában remake-ben van szedve a darab, ez egy új kihívás volt a csoport részére, de én úgy érzem, hogy megbirkóztunk vele. A rendezőnő elég sokat ugye vesződött velünk, de én remélem, hogy a bemutatón ugye ennek majd meglátszik a gyümölcse. Ez egy kortárs darab, mit kell még tudni erről? Tasnád István, a Finito, vagy a Magyar Zombi című, én tragikomédiának nevezném. Egy kortárszerző ugye szerezte, benne van a jelenkor betegsége, mert akárhogy nézzük, egy kicsit beteges korban élünk, és hát akkor röviden elmondanám tulajdonképpen, hogy miről is szól a darab. Egy átveszekedett este után a feleségével Blondin Gáspár bezárkózik a budiba, és öngyilkossággal fenyegetődzik. És itt elindul a lavina. A Blondin ház körül is, de Nagy Ábrándon is, abban a kis faluba. Olyan emberek jelennek meg, akik eddig nem igen jártak, a showman, egy lecsúszott popénekesnő, a maffia megjelenik, és mindenki Blondin Gáspár halálából akar hasznot húzni. Hát Blondin Gáspár el is adja halálát tulajdonképpen párszor, és hát ezeken a szereplőkön ugye bemutat, tulajdonképpen láthatjuk a hét fő bűnt is, ha kielemezzük a darabot, de hát azt hiszem, hogy mindenki ráismer magára is, vagy a szomszédjára a darab láttán, és én úgy gondolom, hogy hát ha bejönnek a poénok, akkor nagyon jó fogják érezni magukat a kedves nézők, és hát utána lesz milyen elgondolkodni. Szeretnénk a középiskolásoknak játszani a darabot, aztán pedig kezdődik majd a tájolás Vajdaság szerte. A középiskolások eddig is nagyon szívesen látták a darabjainkat. Egyébként erről el kell mondani, hogy 15-6 éven aluljaknak nem ajánlanám, ugyanis olyan témákat boncolgat, amit nem jelent sokat a fiataloknak, és talán nem is értenék meg. És a végeredmény pedig majd márciusban a
az amatőr színházak szemléje lesz, ahol majd fellép, gondolom, a Mara Amatőr Színház is. Számunkra nem az a végeredménye, tulajdonképpen az is egy felmérés, de számunkra sokkal többet jelent, hogyha a nézők jól fogadják. Ha elsősorban a Topolya és környéke lakossága, színház kedvelői szeretettel és örömmel fogadják az előadást. Aztán hát a zsűri mit mond, mindenki, aki beül ugye a darabba, az minden egyén más élménnyel, más elgondolással megy ki a teremből. Ez kevésbé fontos, én annak örülnék, hogyha a topolyaknak tetszene. Bata Rozália Rózsika és a Mara Amatőr Színház tagja mióta? Hát ez a második szezon, a második föllépésünk, tulajdonképpen a második darabba is részt veszek. Hát azelőtt nem színjátszottam, valamennyit úgy ilyen imittam ott, de az semmi se volt ez mellett, és mostan belefogtam ilyesmibe is. És ebben a darabban mit alakít? Hú, egy anyóst. Hát a Blondinnak az anyósa vagyok. Özvegy Vecsirák Károlynét alakítok. Hát egy kicsikét olyan, picit olyan házsártos anyóst kell alakítanom, amit nem egészen szeretek. Mikor elkezdtük, akkor a rendezőnő azt mondja, te nyilván nem szereted a vejedet. Mondom, dehogy nem, én szeretem a vejemet. Az én vejem nagyon jó. Ugye én így az igazi vejemre. De hát a szomszédom most a vejem, és ő is nagyon jó. Tehát én nekem egy kicsikét ez így, hogy is mondjam, megpróbáltatás az, hogy én most egy kicsikét olyan durvább tudok, kell, hogy legyek a vejemhez. És mit jelent a mindennapokban ez a szereplés egyáltalán, hogy ezzel is foglalkozol? A mindennapjaimban, jelen pillanatban nagyon-nagyon sok időt, mondjam úgy, hogy rabol el. Hát kedves és játékos ez az idő, amit végül is erre a célra használok el. Na most ilyen másféle munkájaim ezek által elmaradnak. Hát az anyag innen egy kicsikét ront a dolog nekem, mert mivel, hogy én kicsi nyugdíjas vagyok, ugye özvegyi nyugdíjat kapok, és az eléggé keves, és én az mellett még nagyon sok mindennel kell, hogy foglalkozzak, és most abból egy kicsikét kimaradok. De ehhez a darabhoz kívánunk sok sikert. Hát nagyon szépen köszönöm. A Mara legújabb darabjában egy testvérpár is föllép, mégpedig a Bencsik testvérpár és az Öcskös, Bencsik Bertalan is helyet kapott itt ebben a társulatban. Miért szántad rá magad, hogy te is valamit csinálja itt a Mara Amatőr Színház társulatában? Hát szóltak, hogy kellene egy ilyen 10 éves kisfiú, és akkor én jelentkeztem rá. És ennek a 10 éves kisfiúnak mi a dolga itt ebben a darabban? Hát én kezdem az elejét, meg én végzem a műsort, és én egy kis angyal leszek. És a kis angyal mit testesít meg? Mit mondasz azzal, amikor megnyitod, illetve bezárod? Hát az elején semmit sem, a végén pedig majd a mikrofonból majd szól, hogy amit felolvastam. És tetszik neked ez a szerep? Tetszik az, hogy egyáltalán, hogy fellépsz a színészek között? Hát igen. Miért? Hát mert így ugye szavalok, és akkor így kisebb lesz a lámpalázam. A Topolyai Művelődési Házban a színház látogatás mellett a fiatalokra, a gyermekekre és a kicsinyekre is gondolnak. A témával kapcsolatban beszélgetünk a Művelődési Ház igazgatónőjével, Csipe Tímeával. Folytatjuk a játszóházakat is novemberben, tehát igyekszünk mindig a harmadik szombatra időzíteni a hagyományos játszóházainkat. November 15-én délután 4 órától várjuk majd az 5 és 11 év közötti gyermekeket. Ezúttal is Budai Sinkovics Margit osztálytanító vezeti a játszóházat. Jelentkezni már lehet, mert hogy kötelező a bejelentkezés. A jelentkezéseket november 13-áig fogadjuk. Nagyon-nagyon fontos, hogy szóljanak előre, mert tudnunk kell, hogy tehát elő kell készíteni ugye a játszóházra az anyagot. 100 dinár a részvételi díj.
Azt a címet adtuk neki, az ismert vers első sorra, hogy nálatok laknak-e állatok. Állatos figurákat készítenek majd a kézműves játszóházban november 15-én, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit. 5 évtől fiatalabbakat is, tehát lehetőség van arra, hogy szülőkísérő jöjjön a gyermekkel, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Tehát a Művelődési Ház gondolt az idősebbekre, az iskolásokra, a kisebbekre, és természetesen a legkisebbekre is. A legkisebbekre is, úgyhogy nagy öröm az, hogy az idén is megszervezzük a kerekítőt Topolyán. Nagyon nagy érdeklődés övezte a tavalyi évadban, iskolai évben, és az idén is, tehát túl vagyunk az idei iskolai év első kerekítő foglalkozásán. Nagyon jó hangulatban történt az október 30-ai kerekítő foglalkozás, és nem szakítottunk a tavalyi hagyománnyal, tehát továbbra is minden hónap utolsó csütörtökén tartjuk majd a kerekítő foglalkozásokat a Művelődési Ház kiállító termében. 16:30-tól a legpiciképbeket várjuk, mondókás mókázunk, és utána 17:15-től a picit nagyobbakat, bábos tornát. Azt mondtuk, hogy a legkisebbeknek, tehát a mondókás móka igazából a 0-3 éves korig felel meg legjobban, a bábos torna pedig már az önállóan járni tudó gyermekektől, mondjuk a 4 éves korig, de hát ezt is a szülő így felméri, hogy melyik az, amelyikre szívesebben hozna a gyermekét. Van, aki mind a két foglalkozáson ott marad, tehát a novemberi foglalkozás ugye november 27-én, a hónap utolsó csütörtökén 17:30-tól és 17:45-tól. Kedves nézőink, az elmúlt percekben Kultúrvarázs című műsorunkat látták itt az Express Channel kábel televíziónkon. Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben várjuk Önöket. Addig is kellemes tévézést kívánunk, viszontlátásra!